Tisztelt hölgyeim és uraim! Az új esztendőtől búcsúzó és az új esztendőt köszöntő kedves karcagiak! Nagyon régen volt már, hogy itt a Városháza előtt közösen köszönthettük az új évet, és kocinthattunk családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel. Egy évhatárhoz értünk. Néhány másodperccel ezelőtt fordultak át az órán az óra mutatói, és fordult a naptárban is a számláló évet, hónapot, napot. Most már 2023. január 1-je van, és ilyenkor akaratlanul is visszatekintünk a magunk mögött hagyott időszakra. Visszatekintünk és összegezzük, ami velünk történt. A mögöttünk hagyott 22-es évre gondolva vegyes érzések tolonganak bennünk. Az elbúcsúzott esztendőt is sokáig fogjuk még emlegetni, mert egy bő egy évvel ezelőtt még nem hittük, hogy a Covid után rendeződni látszó fenekestől felfordult életünk a mai napig sem tér vissza a megszokott medrébe. Az élet új kihívások elé állított bennünket, és nem gondoltuk, hogy a mostani helyzettel, a szomszédunkban dúló háború következményeivel kell szembenéznünk, ami önmagában is nagy terhet ró a gazdaságra, ami mindennapi életünkre. És sajnos vele együtt aggódás költözött a szívünkbe, és már nem csak idős szeretteinkre, hanem a fiatalabb nemzedékre is kell gondolnunk. A háború februári kirobbanása után városunk is egységesen fogott össze, és próbálta minél több lehetőséggel támogatni veszélyben lévő honfitársainkat. Ez az összefogás jellemezte aztán egész évünket. Az intézményeink, a civil szervezeteink, a városban működő és tevékenykedő vállalkozások fokozott odafigyeléssel, gazdálkodással, és ennek következtében településünk folyamatos fejlődése, talpon maradása biztosított maradt. Nagy munkát végeztünk, hiszen nagyon sok elkezdett beruházásunk befejeződött, melyhez sikeresen használtuk fel megnyert pályázatainkat, de sok fejlesztést hajtottunk végre önerőből is. Sorolhatnám reggelig az útjárda felújításokat, aszfaltozásokat, útalapépítéseket, csapadék, szennyvíz elvezetéseket, játszótér fejlesztéseket, kerékpáros és sportpálya beruházásokat, és folytatódtak tovább oktatási, nevelési és szociális intézményeink fejlesztései is. Megújult a város teljes közvilágítása, és soha ennyi facsemete nem került elültetésre, mint az elmúlt időszakban. Munkahelyteremtő beruházások valósultak meg, és valósulnak meg folyamatosan. Elkezdődtek régen várt fejlesztéseink, melyek hosszú távra fogják megváltoztatni a város turisztikai vonzerejét. Méltón emlékeztünk meg ünnepeinkről, és rendezvényeink is sikeresen bonyolultak le. Tisztelt karcagiak, a 2023-as esztendő történelmi jelentőségű. Ma ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját, és 200 évvel ezelőtt talán e napon kezdte papírra vetni Kölcsey Ferenc a himnusz előbb elénekelt sorait is. Így biztos vagyok abban, hogy a 2023-as esztendő városunk életében is meghatározó lesz. Hiszen elképzeléseink, beruházásaink, melyek a mindennapi életünket befolyásolni fogják, rajtra készek. Egy éjfélkor elmondott újévi köszöntő az év zárása és az új év nyitása mellett a köszönet ideje is. Tisztelettel köszönöm önkormányzatunk, intézményeink dolgozóinak, egészségügyi és szociális dolgozóinknak, a civil szervezeteknek, alapítványoknak, az iskolák, óvodák, pedagógusainak, egyházközségeinknek, vállalkozóinknak és minden lakosnak az egész éves kitartást, segítséget,
településünk fejlődésében, összetartásában végzett munkáját. Kedves karcagiak, kedves jelenlévők! Befejeződik egy esztendő, de elkezdődik egy új év, egy új lehetőség. Szeretném, ha számunkra csak csupa jót tartogatna, s távol tartana tőlünk minden rosszat, minden bút és bánatot. Kívánom, hogy találja meg mindenki a mai közös ünneplésből is eredő boldogságot, s az együtt töltött órák felettessék a hétköznapok nehézségeit, oszlassák el az aggódás felhőit homlokunkról. Kívánom minden kedves karcagi lakosnak, hogy az új esztendő hozza meg számunkra mindazt az örömet és boldogságot, melyet magunknak, családtagjainknak, szeretteinknek igaz szívből remélek. Kívánok erőt, egészséget, szeretetet, boldogságot, megértést, anyagi jólétet, alkotó munkát és a jövőbe vetett erős hitet. Boldog új esztendőt, karcagi!